Tisztelettel köszöntöm a Városi Televízió nézőit. Ma esti adásunkban helyet kap a politika, forgattunk a bíróságon, két helyi, nagynevű szállodában, de utána jártunk annak is, hogy miért emelkedik az alma ára. Reméljük, minden kedves nézőnk talál magának érdekeset, hasznosat anyagaink között. Hírhozónkkal kezdünk. Rövid híreink következnek. Városunk polgármesterének közösségi oldaláról értesültünk néhány napja, hogy egy modern technológiával lefedhetővé teszik a piacot. Közzétette a városi piac átépítését bemutató látványterveket is. Ahogy írta, az engedélyes és kiviteli tervek elkészítését is rövidesen elkezdik. Nyáron megtörténik a kivitelező kiválasztása, novemberben indulhat a munka. Az építkezés pénzügyi fedezete Hajdúszoboszló költségvetésében biztosított. Ezzel végre sokak óhaja teljesül. Jelentős turisztikai fejlesztések várhatóak 2018-ban is országszerte, és új kiemelt turisztikai térségjavaslatok kerülnek a kormány elé. Elkezdődik a világörökségi helyszínek fejlesztése közel 10 milliárd forint értékben. Fejlesztések indulnak a Hollókői várban, Pannonhalmán, a Fertőparton, befejeződik a Szigligeti vár felújítása, valamint elkezdődik a Hortobágyon egy 3 milliárd forintos fejlesztés, amitől azt várják, hogy a térség vezető attrakciójává váljon. Fejlesztések lesznek továbbá Vácott, Zebegényben, Visegrádon, Szentendrén, Hajdúszoboszlón, Debrecenben, Nyíregyházán, Szentkúton, Lentiben, Nógrád megyében, a Mátrában és Zalakaroson. A Hajdú-Bihar megyei rendőrök az elmúlt 24 órában három személy sérüléssel járó közúti közlekedési baleset helyszínén intézkedtek, amelyekből egy súlyos, kettő pedig könnyű sérüléssel végződött. A szolgálatot ellátó állomány 13 szemét fogott el, akik közül 11 főt bűncselekmény elkövetésén értek tetten, még két főt a velük szemben érvényben lévő körözés alapján. A rendőrök 22 szemét állítottak elő, köztük 13 főt bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt. Biztonsági intézkedés 5 esetben történt. A hajdúszováti körzeti megbízott tetten érte azt a helyi férfit, aki kétszer akart ugyanabba a házba betörni. Egy férfi értesítette telefonon 2018. február 1-én 9 óra körül a hajdúszováti körzeti megbízottat arról, hogy a szomszédjába egy férfi akar betörni. A szabadnapos rendőr a helyszínre ment, ahol észrevette, hogy az ismeretlen a ház bejárati ajtaját feszegeti. Ezért szolgálatba helyezte magát és elfogta a 27 éves férfit. A rendőrök a helyi lakost előállították a hajdúszoboszlói rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként kihallgatták. A nyomozók a gyanúsítottnál tartott házkutatás során hiánytalanul megtalálták és lefoglalták az eltulajdonított műszaki cikkeket. A hajdúszováti férfi beismerő vallomást tett. A hajdúszoboszlói rendőrkapitánysága gyanúsítottal szemben lopás büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított büntető eljárást. Ahogyan arról mi is beszámoltunk, 2016. júniusában elloptak egy terepjárót. Másnap hosszas üldözés során életveszélybe sodort egy rendőrt, és még egy lövés is eldördült. Mutatjuk a részleteket. Ahogy arról mi is beszámoltunk, 2016. június 1-én elloptak egy terepjárót egy hajdúszoboszlói ház udvaráról. Másnap a hajdúszováti körzeti megbízott ráismert a keresett járműre. A hajdúszoboszlói rendőrök értesítése után az egyenruhások az úton próbálták megállítani az autóst, aki azonban tovább száguldott. 6 kilométeren át üldözték szirénázva. A férfi hirtelen bekanyarodott az útmenti gabonával vetett szántóföldre, majd visszahajtott a köves útra, és folytatta álmokfutását. 90 km
km/h sebességet jelentősen túllépve haladt, illetőleg ezen oldal legvégén, mikor az szerepel, hogy a várlott a járművel tovább haladva a helyszínt megállás nélkül elhagyta, itt tulajdonképpen befejezzük a történetet azzal, hogy a 4805-ös útra kikanyarodva tovább közlekedett szerepirányába, majd egy földút vízzel vezető árkában a jármű fennakadt és a várlottat elfogták. Amíg a vádlott a vetésen körözött, az egyik rendőrautó megállt az úton. Az autóból kiszálló rendőr zászlós megállásra szólította fel a közeledő vádlottat, aki veszélyesen meg is közelítette a rendőrautó mellett álló rendőrt. A zászlós egy lépést hátralépett, ezért nem esett bántódása. A rendőr és a terepjáró között körülbelül fél méter lehetett a távolság. A sértett, és a még jelenlévő további rendőrtanúk, hiszen három autóval is üldözték a vádlottat, és valamennyi rendőrautó ott volt a vádlott és a sértett közelében. Tehát a többiek is látták a történteket, valamennyien úgy számoltak be, hogy a sértetnek hátra kellett lépnie ahhoz, hogy ne sodorja előtt a vádlott az autójával. Ezt megerősítette a helyszíni szemléről készült jegyzőkönyv is, és az igazságügyi szakértői vélemény is egyértelműen ezt tartalmazza, ami nem csak a helyszíni szemléről készült jegyzőkönyvön és az elmondásokon alapult, hanem videófelvétel is készült a helyszínen, hiszen pontosan a tájék autójában volt ilyen felszerelés, azt ők bekapcsolták, tehát a szakértő ezt megtekintve is tudott szakvéleményt adni, és a szakvéleményben is egyértelműen az szerepel, hogy látszik, hogy hátralép azért, hogy elkerülje azt, hogy a visszapillantó tükörrel elsodorja őt a vádlott az autójával. Ezeket a vallomásokat, illetőleg a szakértői véleményt fogadta el az elsőfokú bíróság, és ez alapján állapította meg a vádlott bűnösségét helyesen mindkét bűncselekmény elkövetésében, tehát a hivatalos személy elleni erőszak büntettében és a közúti veszélyeztetés büntettében is, hiszen a vádlott a cselekményével a sértett életét, testi épségét közvetlen veszélynek tette ki, és őt a jogszerű eljárásában erőszakkal akadályozta, hiszen tudta, hogy jogszerű eljárásban jár el, tudta, hogy hivatalos, illetve tudta, hogy hivatalos személy, ezt egyébként mindvégig el is ismerte, az pedig, hogy az eljárás jogszerű volt, ez a későbbiek során is igazolódott, hiszen azért üldözték a vádlottat, mert egy lopott autóval közlekedett, és szerették volna őt megállítani, de többször felszólították, villogott az autó, tehát mindenféle jelzést igénybe vett a rendőrség. Így nyilvánvalóan tudnia kellett a vádlottnak azt, hogy kikkel áll szemben. Dr. Kis Miklós kirendelt ügyvéd olvasta fel azt, ahogyan Csé Norbert visszaemlékezett a történtekre. Azt látta, hogy kék lámpával követik a rendőrök azt is, hogy az úton két rendőrautó keresztben állt, és úgy döntött, hogy megpróbál balra a földútra lekanyarodni és elmenekülni. Látta, hogy aki kiszállt a rendőr felé tartott egy pisztolyt, hallotta a lövést, de azt nem rá, hanem a földre célozta. Előadta, hogy ő a rendőrt nem veszélyeztette, húzta balra a kormányt, és közöttük nem fél, hanem 5 méter távolság volt. Előtte rendőr nem volt, csak mellette, ő kikerülte, az nem mozdult semmilyen irányban. A rendőr lábnyoma az ő távozás után keletkezhetett, mert az nem az autó irányában volt, hanem a köves út felé. Vitatta azt, hogy a gépjárművel fél méterre ment el Tóth Attila rendőrtől, hiszen hogyan tudta volna ezt megvalósítani a kinyújtott kar tekintetében, tehát az ítéleti megállapítás szinte szó szerint pontosítja az ezerkapcsolós vádlotti előadást. Nyilatkozta azt is, hogy ő egy pár másodpercig állt a gépkocsival szemben, amikor rá tartotta a fegyvert, mert a szántóföldön megpördült. Előadta azt is, hogy azért is menekült, mert rátartotta a fegyvert.
Végül a másodfokú bíróság hivatalos személy elleni erőszak és közúti veszélyeztetés büntetével mondta ki bűnösnek Cséh Norbert vádlottat, és a következő ítéletet hozta. A szabadságvesztés végrehajtási fokozata fegyház. A közúti járművezetéstől eltiltás időtartamát 4 évre súlyosítja. Egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét helyben hagyja. A másodfokú eljárásban 6350 forint bűnügyi költség merült fel, melyet a vádlott köteles külön felhívásra az államnak megfizetni. A debreceni törvényszék döntésével a debreceni járásbíróság ítélete hétfőn jogerőssé vált és végrehajtható. Radics Péter a Hajdú-Bihar megyei 5-ös választókerület LMP-s országgyűlési képviselőjelöltje. Ahogy fogalmazott, szeretne az itteni fiataloknak abban segíteni, hogy egy modern oktatási rendszerben jobb tudást kaphassanak és egészséges fiatal felnőttek kiválhassanak. Ferenc István az LMP országos elnökségének tagja, és Radics Péter a Hajdú-Bihar megyei 5. választókerület LMP-s országos képviselőjelöltje sajtótájékoztató keretében ismertette azokat a pontokat, amelyet kormányra kerülésük esetén kívánnak megvalósítani. Az egyik ilyen az adórendszernek az átalakítása, nyilván ez sarkalatos pont mindenkinek az életében. Az LMP olyan 3 kulcsos adórendszert vezetne be, amivel az emberek 90%-a többet vihetne haza, mint eddig, és az a 10%, aki egy kicsivel kevesebbet vihetne haza nettóban, az is azzal a jó érzéssel tehetné ezt, hogy a közös dolgainkra, a közös szolgáltatásokra sokkal több pénz marad, és egy jobb minőségű országban élhetünk. A minimálbér 26 ezer forinttal, az átlagbér pedig 36 ezer forinttal emelkedne. A családi pótlékot 30%-kal emelnénk, az egyszülős családok esetében pedig 45%-kal emelnénk. Sokat szokták mondani, hogy mi mindent kritizálunk, és semmi nem jó. A családi adókedvezménnyel kapcsolatosan elmondhatjuk, hogy azt megtartanánk, az úgy rendben van, ahogy van, de az egygyermekeseknek a duplájára emelnénk, mert azt gondoljuk, hogy az is nagyban hozzájárul az ország megtartó erejéhez, hogyha az egygyermekeseket támogatjuk, nem kivételezhetünk olyan mértékben a 2 vagy több gyermekesekkel. Radics Péter nemrég vette át diplomáját. Frissen szereztem a történelem magyar szakos tanári diplomámat, és szeretnék is tanár lenni. Azzal kapcsolatban, hogy a magyar fiatalok tényleg tömegével mennek külföldre, én is 4. éve, hogy kijárok időszakos munkára Ausztriába, és mégsem ezt az utat választottam. Lehetnékként, dolgozhatnékként, megvannak hozzá a képességeim, a kapcsolataim, a munkatapasztalatom, de mégsem teszem. Nekem az a célom, hogy hajdúszoboszlóiként engem idehoztak haza a kórházból, itt nőttem fel, itt laknak a barátaim, itt van a családom. Én ezért a közösségért szeretnék dolgozni, és nem külföldön szeretném kamatoztatni a képességeimet is, és nem elsősorban az anyagi javak gyűjtése a célom. Sokkal inkább a közösségnek a fejlesztése, amit a szakmám révére elsősorban az oktatásban tudok megtenni. Én szeretnék Hajdúszoboszlón tanár lenni, én szeretnék az itteni fiataloknak segíteni abban, hogy egy modern oktatási rendszerben egy jobb tudást kaphassanak, és egészséges felnőttekké, fiatal felnőttekké válhassanak. És ebben az egyetlen párt, amelyik jelenleg segítséget nyújt a számomra, mint pályakezdő tanárnak, az az LMP. Az összes többi párt, mint ahogy a Fidesz is látjuk, hogy az oktatási költségvetés nagyon alacsonyan tartja, a meglévő beruházások nem feltétlenül azokra a helyekre kerülnek, ahol szükséges, igazából csak infrastruktúrális fejlesztésekre fordítanak, nincsenek meg a tanárképzésben például azok a plusz források, amik szükségesek lennének ahhoz, hogy egy jobb oktatási rendszert építsük fel mindannyian közösen. Nem fordítanak arra, hogy több pedagógiai szakképzett ember jöjjön ki az egyetemekről, nincsenek pedagógiai asszisztensek csak kis számban, akik segítenék a tanárok munkáit. Úgyhogy az LMP-vel mi ezen fogunk változtatni, és nekem is ez az elsődleges célom, hajdúszoboszlóiként, hogy a hajdúszoboszlóiaknak tanárként adhassak valamit vissza abból, amit én ettől a közösségtől kaptam. Természetesen a Paks 2-vel kapcsolatos gondolatait is megfogalmazta, és ezen kívül szó volt még a megújuló energiaforrásról is. A lehet más a politika az LMP 2008-2009 tájékán a Gyurcsány-Bajnai kormányok ellenzékeként jött létre, és azt hiszem, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt 8 évben pedig azt is bizonyítottuk, hogy kérlelhetetlen ellenzéke és nagyon kemény kritikusa vagyunk a Fidesz-KDNP kormányoknak is. Olyan politikát, olyan 21. századi ökológiai elvekre alapuló politikát képviselünk, amely
nem fér össze sem egyik, sem másik táborral, amely a 20. század politikáját képviseli. Teljesen új irányt, egy korszakváltást képviselünk, és ehhez kérjük a választóknak a felhatalmazását, és ehhez kérjük az ő bizalmukat. Számos látványossággal várja az érdeklődőket a Tiszatavi Ökocentrum. Ha poroszlójának, semmiképp ne hagyják ki. A következő percekben többet is megtudhatnak róla. Már több turista látványosságot bemutattunk műsorunkban, de Poroszlón eddig még nem jártunk. Úgy éreztük, a Tiszatavi Ökocentrum nem maradhat ki a sorból. A Tiszatavi Ökocentrum 2012-ben nyílt meg a látogatók előtt. Egy Európai Uniós támogatás igénybevételével létrehozott turisztikai látogatóközpont valójában. Műfaját tekintve viszont állatkert. Valójában állatkerti besorolást kaptunk azért, mert a látogatóközpont fő tevékenysége az a természeti értékek bemutatása. Ezt elsősorban a állatok bemutatásán keresztül érjük el, és ezek közülük is elsősorban a halak azok, amelyek nálunk szerepelnek, és a középpontban vannak. Igazából ez egy különleges állatkert és sajátságos állatkert, mert tematikus a bemutató. Mi arra vállalkoztunk a kezdetektől fogva, hogy a Kárpát-medence és Magyarország élővilágát mutatjuk be, eltérően más állatkertektől, ahol általában a világ összes kontinenséről igyekeznek mindenféle állatot bemutatni. Mi arra koncentrálunk, hogy azt az élővilágot, azt a természeti világot mutassuk be, ami a Dunára, Tiszára, Tiszatóra, Kárpát-medencére tágabb értelemben jellemző, és ez igaz a halakra, ez igaz a hüllőkre, kétéltőekre, vagy igaz az emlősökre és madarakra is, amelyek itt az ökocentrumban megtalálhatóak. Nem is sejtettük, hogy ilyen látvány fog fogadni minket, de teljesen elvarázsolt bennünket. Nem véletlen, hogy a látogatókat is vonzza a létesítmény. Mondhatom, hogy az ökocentrum betöltötte azt a célját, hivatását, amiért ez megépült, amiért ezt létrehozták. A megalakulásunk óta 1.200.000 ember látogatott már el hozzánk. Ez azt jelenti, hogy évi több mint 200.000 látogatót fogadunk. Az emberek, én azt gondolom, hogy mielőtt hozzánk elutaznak, és otthon elképzelik maguknak az ökocentrumot internetes honlap, fényképek, elmondások, mesék alapján, azok itt a helyszínen egy picit elcsodálkoznak, hogy ez egy kicsit szebb, meg egy kicsit nagyobb, mint azt képzeltük. Én azt gondolom, hogy nehéz előzetesen képekkel, szöveggel elmesélni azt a gyönyörűséges látványt, ami itt a valóságban fogadja a látogatót. Ne felejtsük el, hogy Európa legnagyobb édesvízű akvárium rendszerében állunk éppen, és körülöttünk 535.000 liter víz van csak ebben az egy akváriumban. Már most érdemes gondolkodni azon, hogy a Valentin napot hol töltjük. Erre is tökéletes választás az Ökocentrum, akik egy romantikus vacsorának biztosítják a helyszínt az óriás akvárium víz alatti alagútjában. Mindezt természetesen zárás után, hogy tökéletesen meghitt legyen az este. De az iskolás csoportokra is gondolnak, nekik szóló programokkal. Nagyon fontos, hogy a fiatal korosztálynak, az ifjúságnak a figyelmét felhívjuk az állatvilág és a természetvédelem fontosságára. Nyilván ezt pedagógiai szempontból egy korai korban érdemes elkezdeni. Általános iskolák, de óvodások is jönnek hozzánk elég sokan. Hát nyilván az ő befogadó képességük még csekélyebb. Általános iskola és középiskolai osztályok előszeretettel szerveznek csoportos kirándulást hozzánk. Mi erre természetesen készülünk, illetve külön ajánlatokat dolgozunk ki a számukra. Ezeknek a kirándulásoknak a fő időszaka május és június, ilyenkor szoktak az országban útra kelni csoportosan ezek az iskolai csoportok, és különböző turisztikai partnerekkel, szolgáltatókkal összefogva közösen dolgoztunk ki olyan programajánlatokat, hogy ezek az osztályok egy napot, két napot, sőt három napot is nagyon gazdag, tartalmas programmal tudnak tölteni ebben a térségben, ökocentrumban és annál a bizonyos másik szolgáltatónál. Hogy mondjak egy példát, egy állatfarm itt Poroszlón, ahol a házi állatok gondozásával, etetésével lehet megismerkedni, a tanyai életmódnak a sajtkészítés például programjában lehet részt venni. Tehát amikor a csoport nálunk az ökocentrumban befejezte a látogatást, nézelődést mondjuk egy félnapos program végén, akkor nem hazautazik, hanem a csoport megebédel, és a délutáni órákban ezen a másik programon vesz részt.
14 féle ilyen egynapos és 6 féle kétnapos ajánlatunk van jelenleg. Ez egy nagyon színes választék, ebben a kerámia készítéstől kezdve a vizitórán keresztül a kerékpározásig van kombinálva program. Tulajdonképpen az osztályoknak, pedagógusoknak csak választani kell. Hálából még különböző kedvezményeket is adunk ezeknek az osztályoknak abban az esetben, ha ebben a formában foglalják le a csoport részére a programot. Működik. Egy ilyen osztálykirándulásos időszakban, május-júniusban 30-40 ezer diák látogat az ökocentrumba ebben a formában. Az ökocentrum folyamatosan szépül, bővül. Így további fejlesztések várhatóak hamarosan. Úgy érezzük, hogyha egy ekkora érdeklődés nyilvánul meg a létesítményünk iránt, és azt hosszú távon fenn akarjuk tartani, talán növelni ezt a látogató számot, érdeklődést, akkor kell, ahogy mondani szokták, kell egy nagy durranás, egy valamilyen nagyszabású újabb újdonság, aminek lassan-lassan el fog jönni az ideje. Azt gondolom, hogy 6-7-8 éves működés után itt az ideje annak, hogy gondolkodjunk valami nagyban, és ez a tervezés megtörtént, ez az álmodozás megtörtént. Papírra is vetették a szakemberek az elképzelésüket, ami egy nagyjából 900 ezer négyzetméteres új fedett bemutató rész, terület, amelyben elsősorban ismét akváriumok kapnak majd helyet. Amennyiben figyelemmel kísérik következő adásunkat is, elkalauzoljuk Önöket az ökocentrum rejtelmeibe. Kóródi Olivér, az akváriumok és állatbemutatók szakmai vezetője segítségével járjuk körbe a létesítményt. Hagyományosan január végén szokták megrendezni az ökumenikus imahetet, mely arról szól, hogy egy héten keresztül a különböző egyházközségekben más és más egyház lelkésze hirdeti az igét. Január 22-e és 27-e között ökumenikus imahetet szerveztek városunkban. A záró napra a Szent László római katolikus plébánián került sor. Jó néhány esztendeje már annak, hogy a keresztény egyházak arra törekszenek, hogy mindig valamilyen formában közös utakat keressenek, és ezt elsősorban Isten fiában, a mi üdvözítünkben találják meg. Valamennyi esztendőben Szent Pál apostol megtérésének az ünnepéhez köthetően, azaz január 25-éhez köthetően van ez az ökumenikus imahét, amely általában vasárnaptól vasárnapig szokott tartani. Ez nálunk a korábbi évekhez hasonlóan hétfőtől szombatig tart. Ez azt foglalja magában, hogy minden egyházközség, minden közösség templomába ellátogatunk, és minden helyi lelkipásztor a saját szertartása szerint végzi el azt az igei szolgálatot, vagy azt a fajta imádságos lelkülettel áthatott liturgiát, amelyben megemlékezünk ezen közös egységről. Ezeken az alkalmakon meghatározott témákról esett szó. Jó néhány esztendeje már annak, hogy a keresztény egyházak arra törekszenek, hogy mindig valamilyen formában közös utakat keressenek, és ezt elsősorban Isten fiában, a mi üdvözítünkben találják meg. Valamennyi esztendőben Szent Pál apostol megtérésének az ünnepéhez köthetően, azaz január 25-éhez köthetően van ez az ökumenikus imahét, amely általában vasárnaptól vasárnapig szokott tartani. Ez nálunk a korábbi évekhez hasonlóan hétfőtől szombatig tart. Ez azt foglalja magában, hogy minden egyházközség, minden közösség templomába ellátogatunk, és minden helyi lelkipásztor a saját szertartása szerint végzi el azt az igei szolgálatot, vagy azt a fajta imádságos lelkülettel áthatott liturgiát, amelyben megemlékezünk ezen közös egységről. Az idei esztendőben a Karib térség keresztényei állították össze, és azt kérték tőlünk, hogy imádkozzunk értük. Az imádság több életállapotot foglalt magában. Szó volt itt a családról, a féltékenységről, a félelemről, szó volt itt a kapzsiságról, sok minden olyan emberi tulajdonságról, amely az embernek a szívébe beleplántált örömhírt nem engedi sem kikelni, még kevésbé szárba szökkenni, és ezért nem engedi a termést hosszon. Megpróbáltunk ilyen formában segíteni
az ott élő keresztényeken, ha tettekkel nem tudunk, legalábbis imádságos lelkülettel, ráadásul keresztény közösségben, mind református, mind görög, mind római katolikus részről. Immár 5 éve annak, hogy itt ilyen alkalmakon részt veszek, rendkívül nyitottak az emberek, mint látható volt, a mi templomunkban nagyjából olyan 100-120-130 ember vett részt ezen az utolsó záró szertartáson, amely nem csak a záró szertartás miatt volt fontos, hanem azért is, mert hogy az utolsó alkalommal megpróbáltuk összegezni mindazt, amit az egész hét folyamán együtt megéltünk. Minden egyházközség templomába ellátogattunk, és ez így van évről évre. Jó magam azt tapasztalom, hogy mintha picikét több és több lenne évenként az ide látogatók száma, akár a református egyházközség tagjai részéről, akár a görög, akár a mi római katolikus egyházközségünk részéről. A záró napon a református egyházközség lelkésze hirdette az igét a zsúfolásig megtelt templomban, aki elmesélte nekünk, hogy miről szólnak ezek az ökumenikus imahetek. Egységről. És én úgy gondolom, hogy ez az egység az, aminek a megélése minden területen nagyon fontos. Házasságban, családban, és így a Krisztusban hívő felekezetek között is. Tehát erről az egységről szól az ökumenikus imahét, és én úgy gondolom, hogy ez az egység nagyon erős támadásnak van kitéve a mai valóságban, és a korszellem, az ideológia, amely elszakadt Istentől, az pont ezt az egységet bombázza. És hogyha mi megéljük az egységet Krisztusban, és a közös értékeinket felmutatjuk, akkor egy nagy lépést teszünk azért, hogy mind a saját életünk, lelkiségünk, mind pedig a társadalmunk gyógyuljon. Hiába kellett más egyházközséghez szólnia, mégsem látott kihívást benne. Az ökumenikus imarend az egyben egy olyan közös liturgiát is bemutat, amely abszolút nem sérti azokat a nüansznyi különbségeket, amelyek olykor a gyakorlati téren jellemzik a felekezeteket. A teológiai különbségek pedig Krisztusban hiszem, hogy ilyenkor feloldódnak. És az a gyülekezet, amelyik családcentrikus lesz, tehát az a gyülekezet, amelyik befogadja a családokat, családcentrikus lesz, az azt eredményezi, hogy a család előbb-utóbb gyülekezetcentrikus lesz. Ha a gyülekezet családcentrikus, reménységem, hogy a család, a magyar család, hamarosan a gyülekezet, azaz egyházcentrikusakká válik. Hát kedves testvérek, ehhez pedig azt kell, hogy az Isten igényét komolyan venni, családi életünkbe beépíteni, gyermekeink és unokáink nevelésébe érvényesíteni, és az ő áldását kérni. És akkor van-e a végünk? És én hiszem, hogy lesz. Az Életerő Egyesület már 12. alkalommal rendezte meg az Életerő Napot. Ahogy az eddigi években, idén is a testi, lelki egészség fenntartása érdekében szervezték meg a programot. Évről évre több az érdeklődő. Egész napos programmal várta az Életerő Egyesület az ezotéria és az egészséges életmód iránt érdeklődőket a kulturális központban. Január 27-én délelőtt 10 órakor az Egyesület elnöke nyitotta meg az eseményt, akivel köszöntője előtt beszélgettünk. 1994-ben itt az ezoteria iránt érdeklő társaimmal alakítottuk meg az Egyesületet. Hát az egészséges életmódra nevelés volt a fő szempont. Egyébként 9 pontba foglaltuk itt össze az idők folyamán azokat a legfőbb gondolatokat, amiket a munkánk során szeretnénk megvalósítani. Nagyon sok minden bele tartozik ebbe, több mint 1200 előadás volt, mert 24 éve működünk. Az ezotéria szinte minden, asztrológia, grafológia, számmisztika, gyógynövényismeret, csillagászat, ősmagyar kutatás, tehát óriási a paletta, amilyen jellegű előadások voltak. Az egészséges életmód, a természetértékeinek a megóvása, hogy a jövő generáció számára is élhető életteret tudjunk biztosítani, néphagyományok ápolása,
nagyon sok minden bele tartozik ebbe. Idén 24. születésnapját ünnepli az Egyesület. Maklári Zoltán mesélt nekünk a kezdeti nehézségekről. A kezdetek kezdetén egy kicsit bogarasnak néztek talán bennünket, tehát ez olyan határterület volt, az ezotéria, meg sokan talán itt a kuruzslással mosták össze ezeket a dolgokat, de mára már azért nagyon sok praktika, módszer az orvostudomány által is elfogadott, és beépült. Erre a legjobb példa talán a Csikai doktornő lesz, akinek például a talpra állított egészség című könyvét ma már Debrecenben az Orvos Egyetemen tanítják. A hosszú élet titka bizonyára sokakat érdekel, így aki nem tudott ott lenni dr. Csikai Erzsébet előadásán, az most jól figyeljen. A doktornő összefoglalta nekünk a legfontosabbakat. Egy élettapasztalata van mögötte, gyerekkortól kezdve, és egy mondatban elmondanám, hogy a hosszú élet az első titka az, hogy a gyerek mit kap otthon, amikor megszületik, hogy engedik útra, és hogy törődnek vele. Nem így kell szeretni a gyereket, hogy levegőhöz se jusson, hanem megtanítani mindenre, ami szép és jó, és megtanulni öröm, hogy örüljön megtanítani arra, és elégedett legyen. Nagyon fontos. Ezen kívül nyilván az egészséges életmód is fontos, hogy tornázzon, egészségesen étkezzen, alvásra is hagyjon időt, szórakozásra is, de az öröm az egyik legfontosabb alapja annak, hogy mindennek tudjunk örülni, és a gyermeki énünket őrizzük meg, mert akkor biztos, hogy boldogok leszünk, én 70 éves leszek mindjárt, és én minden nap tudok örülni valami apróságnak, és ez mindig feldob, mindig tudok segíteni, mindig tudok vigasztalni, és ez nagyon-nagyon fontos. Nem szabad, hogy engedjük, hogy ha bármi nehézség van az életünkben, elkeseredjünk, és az lehúzzon, elvegye az energiánkat, hanem tovább kell nézni, látni kell a célt. Tehát a dolgok fölé és mögé is kell nézni, és akkor mindig megtaláljuk a lehetőséget abban, hogy örüljünk és boldogok legyünk, és bízunk abban, hogy 100 évig élünk. A doktornő azt is kifejtette, hogy már a várandóság is kihat a babára és az ő későbbi életére. A pocakba kezdődik. Amikor megtudjuk, hogy babát várunk, mindegy, hogy fiú vagy lány, nincs jelentősége, akkor beszélgessünk vele, akkor tervezzünk, akkor már dicsérjük, már akkor. És később is, amikor megszületik, akkor ne helyette akarjuk megoldani a problémát, és ne anyagilag akarjuk őt támogatni és a világ legszebb dolgait megvenni, hanem a szeretet a szívébe nőjön, ugyanúgy, ahogy ő fog nőni gyerekkorban. Nem mindennapos, hogy valaki a hagyományos orvosláson kívül a természetgyógyászat mellett is voksol. Kíváncsiak voltunk, hogyan fér össze a kettő. Én nem mondom a rákos betegnek, hogy ne menjen kezelésekre, sugárkezelésre vagy műtétre, soha, a kettő együtt. De igenis meg kell tudnom, hogy mit üzen az a betegség, milyen lelki gubanc van mögötte. Mert mindig, ha betegek vagyunk, amögött lelki konfliktus van, vagy magamnak nem bocsájtottam meg, vagy másoknak nem bocsájtottam meg, vagy annyira aggódok, mindentől félek, és a félelem aggódás a legnagyobb ellenségünk. Tehát én a kettő mellett teszem le a voksom, és nagyon-nagyon sok olyan csodás élményem van, amit orvosként nem biztos, hogy elhittem volna én is, és azóta hiszem, tehát soha nem csak az egyik, csak a másik, a kettő együtt. És a szívünk is legyen benne mindig. És az emberek erre nyitottak? Nagyon nyitottak az emberek. Én nagyon szeretném, ha ezt tanítanák is az egyetemen. Ha fakultatíve, akkor is, de tanítanák. Mert én, amikor még orvosként is dolgoztam, körzetorvos voltam 35 évig, akkor a hallgatók jöttek, és kérdeztek, és élvezték, és örültek neki. És ez kellene, hogy valahol elférne ott egy kurzus, hogy erről is legyen szó. Én szívesen csinálnám, mert én tudom, én körzetorvosként is az volt az első, hogy a beteg lelkével foglalkozzak. Mi van a családban, munkahely, milyen lelki gyerekkori sérelmeket hordoz. Tehát nagyon fontos, hogy az okot találjuk meg. És a beteg, ha odafigyelünk rá, ha szeretjük, akkor partner, és megnyílik, és elmondja a problémát. A tavalyi év elejének szélsőséges időjárása országunk egyes területein negatívan befolyásolta az almatermést. Ennek következtében emelkedtek az árak, a piaci árusok szerint további növekedés várható. Tavaly a gyümölcsök ára is emelkedett, illetve a léalmái is jelentős mértékben. A külföldi helyzet sem kedvezőbb, a tavaszi fagykárok miatt az EU almatermése is csökkent, így ott is magasabb az ár.
Juhász Ferenc őstermelővel telefonon tudtunk beszélni, az ő gyümölcsöse is érintett, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében többször is gondot okozott az időjárás. Április 4-én és 6-án olyan fagykár, ami a termésnek 80%-át gyakorlatilag tönkretette, tehát a bimbók befekettettek. Nem jött belőle az a virágügy, amit várt volna az ember, és a következő pedig június 4-én vagy 5-én volt egy olyan jégkárunk, ami a megmaradt almának a 90%-át teljesen tönkretette, egy almán 5-6 jégverés volt, tehát gyakorlatilag mi étkezési almát nagyon minimálisat tudtunk csak szedni, mondhatom azt, hogy csak a családi szükségletet tudtuk leszedni. A korábbi évek ellentétben, ahol a hektáronként a 600-700 mázsa almát le tudtuk szedni, annak egy olyan 60-70%-a étkezési alma volt. Most meg 5-10-15 mázsa étkezési almát tudtunk csak szedni, a többi az léalmába mentett. Tehát gyakorlatilag emiatt emelkedett meg az étkezési almáknak az ára. Nem csak nálunk, más országokban is hasonló csapások voltak, ezáltal mind a lé, mind az étkezési alma ára nőtt. Gyakorlatilag a léalma ára és a csillagokba emelkedett, napról napra emelték a felvásárlási árakat. 32 forinttal indult a léalma ára, és a végén 64 forinttal fejeződött be. Korábban az étkezési almát nem tudtuk csak 50 forint körül eladni. Most meg az ipari léalma ára volt, mondom, 60 forint környékén. A felvásárló ipari üzemek is azt mondták, hogy azért ilyen drága, mert Lengyelországban is hasonló csapások voltak, mint nálunk, és ugye kiesett a óriási mennyiség. A zöldségpiacon csak megerősíteni tudták az eddig elhangzottakat. Nagy fagyások voltak, ezért zalmából sokkal kevesebb termett az idénre, tehát tulajdonképpen. Az alma minősége az igazából változni nem változott, csak sokkal kevesebb terem. Így árat emelni nem tudunk, mert a vevők nem ahhoz vannak szokva, legalábbis itt a zöldségpiacon nem, hiszen a boltokban akár többszöröse is az alma ára. De meg kell nézni, milyen gyönyörű, szép, egészségesek maga az almák. Külföldön is ugyanilyen időjárás volt, ezért a külföldi alma ára is elég magas, úgyhogy még onnan sem hoznak be, mint akár tavaly, tavelőtt vagy azelőtt, tehát a lengyel almát azt előszeretettel hozták be és adták el itt olcsóbban. Nyugdíjba vonult Tóth Lajos. Ez persze nem azt jelenti, hogy kevesebbet fog dolgozni, sőt, a jeles nap alkalmából a barátai, családtagjai és a szálloda dolgozói köszöntötték. Feszült csendben, pezsgővel a kezükben várták Tóth Lajost, a Silver Hotel tulajdonosát, hogy nyugdíjba vonulása alkalmából köszönthessék. A szervezés természetesen a háttérben zajlott, így nagy volt a meglepetés. Hát ez igen. Hát ennél nagyobb meglepetés nem kapottam volna. Azt mondja a Balogh Sándor igazgató úr, hogy jöjjek már, mert itt vannak a banktól. Számos jó kívánság és köszöntés hangzott el, természetesen ajándékot is kapott. Andi tegnap este átadta nekem, hogy a Népszava 54.07.30. Népszava, és főoldalán én vagyok benne, egy fotóval megszülettem. Hát pillanatban elhittem, hogy tényleg benne vagyok, de aztán rájöttem, hogy ez csak egy montázs, úgyhogy... De jó, de örülök. Hát nagyon szépen köszönöm mindenkinek, de hát nem is tudom, mit lehet ilyenkor mondani. Boldog nyugdíjas éveket magamnak? Inkább azt mondom, hogy még nagyon sokáig dolgozzunk együtt mindenkivel. Az ünneplés közepette mikrofon végre kaptuk. Meglepetés partin voltunk most a Silverben, egy nagyon szép kort ünnepeltünk mindjárt a 20-at. Na de most akkor ezután valóban a parkban sakkozva fogunk veled találkozni? Hát sokat gondolkoztam én is, hogy hogyan lesz tovább. Épp, mint az előbb is mondtam, hogy borzasztó érzés volt. A 40 az úgy, ahogy elment, aztán az 50 az már egy érdekes volt.
a 60 az már felfoghatatlan, megemészhetetlen, és hát ez a nyugdíjba menés, ez meg egyszerűen, mivel én borzasztóan fiatalosan élek, és itt vagyok minden nap, tehát én tényleg 27 éve nem voltam nyaralni, nem voltam szabadnapon, szabadságon, sehol. Tehát egy borzasztó érzés, így belegondoltam abba, hogy hát hogyan lesz ezután, hogy én nem fogok dolgozni, vagy nem fogok bejárni, vagy mi lesz ezután, egyáltalán hogy fog ez működni. És hát ma reggel fölöltöztem, eljöttem, és hát végül is ugyanúgy telt ez a mai nap is, hogy dolgoztam, most az egészségügybe egy picit beleálltam, és egy olyan technológiával dolgozom, ami a világon nem sok van. Tehát a kaszinózást, a szerencsejáték, a szálloda után most az egészségügyben nyergeltem át 2 éve, és hát 400-500 embert már meggyógyítottam különféle betegségekből, ugye ezt szeretném folytatni, nagyon tetszik, és nagyon hatásos módszer, ez egy plazmagenerátor. Azt hiszem, hogy ezzel fog foglalkozni tovább, és hát megpróbálom majd átadni ezeket a dolgokat majd az örököseimnek. Mivel egyelőre még bankhitelünk is van, úgyhogy nyilván felügyelni fogom a rendszert, hogy véletlenül se kerülhessen bajba a ház, de hát úgy gondolom, hogy a Hotel Silver itt Hajdúszoboszlón egy olyan sikert ért el. Az Adamko János barátom elmondása szerint, hogy egy 63%-os töltöttséget értünk el, ami talán a város életében is egyedülálló, és én úgy gondolom, hogy predesztinálja ez a január, hogy ez a növekedés tovább fog nőni, és azt hiszem, hogy harmadszor megnyerve az ország legnépszerűbb szállodájaként lenni, rettetesen jó dolog, és hát ebben az évben úgy döntöttünk, hogy megnyerjük negyedszer is, tehát neki fogunk ugrani újra, és ha sikerül, akkor olyan boldog leszek, és hát minden egyes boldogság, minden egyes örömteli pillanat, az jó hatással van az emberi szervezetre. Úgy gondolom, hogy ezentúl még több pozitív élménynek kell, hogy legyen az ember életében, és akkor talán, ahogy az előbb is elmondtam, hogy édesanyám 89, és mint tudott, a gének alapján az első gyerek az örökli az édesanyját, tehát nagy esélyem van rá, hogy még sokáig kelljen dolgoznom, úgyhogy magamnak is, nektek is, a médiának, és általatok a hajdúszoboszlóiaknak is azt kívánom, hogy nagyon sokáig éljenek még, és mindenki hosszú életű legyen, úgyhogy én pedig tovább fogok dolgozni, teszem a dolgom, és hát öregbítem Hajdúszoboszló hírnevét ezután is. Tóth Lajos édesanyja, 89 éves Itzenén is az ünneplők között volt. Visszaemlékeztünk vele egy kicsit az elmúlt évtizedekre. Csak arról szeretnénk kérdezni, ünnepeljük itt ugye Tóth Lajos kedves fiának a születésnapját. Milyen gyerek volt ő igazából, hogyha erre vissza lehet emlékezni? Jó gyerek, akárkinek mondhatom, jó gyerek volt. Nem csavargott, nem... hogy a harmadikat már nem mondom, mert rossz közben csak bejön. De egyébként tényleg nagyon jó, szófogadó volt, jól tanult. Hallottuk itt, hogy első gyerek, van testvére is? Én nem tudom. Akkor egyedüli gyerek? Egyedül. Nem élt vissza ezzel a helyzettel soha, mint egyke, a szeretetet, a törődést? Nem használta ki meg a bizalmat? Nem. Sőt, még most is olyan egyszerű mindenre, nem használ semmit. Van esetleg mégis valami jó sztori a Tarsolyban, amit úgy szoktak emlegetni egy-egy családi bulin, hogy emlékszel, kisfiam? Nagyon aranyos volt. Mondtam, emlékszel rá, amikor kicsi voltál, volt egy 80 éves nagyapa, és akkor volt a 4 éves, és mindig ló, meg a ostor volt. És szeretett úgy lehetett gazdálkodni, segített, de aranyos volt, jó volt. Most is ugyanolyan szoros a kapcsolat, gyakran találkoznak, itt lakik ön is Hajdúszoboszlón? És itt lakom, a Koronában lakom. Az összejövetel nagyon jó hangulatban telt, a jeles eseményt méltóképpen megünnepelték. Ismét jótékonysági bált szervezett a görögkatolikus egyház január 27-én. A tradicionális mulatság bevételét ezen alkalommal is az egyház közösség fenntartására fordítják. Egyre inkább visszatérnek a régi hagyományok. Ahogy már nagymamáink is szép ruhát öltöttek a téli, báli szezon, a jól megérdemelt pihenés idején, az elmúlt esztendőkben egyre több bált rendeznek újra a böjti időszak beköszönte előtt Hajdúszoboszlón is. Ezt a tradíciót követi a görögkatolikus egyház is, ahol immár 3. alkalommal rendeztek jótékonysági bált. A 3. éve rendezik ugyanitt,
mert volt olyan kedves a szállodi igazgatóság, hogy nem fizetünk terembért, és ez már maga nyereség nekünk. A résztvevők 130-an vagyunk most, elég is. Jó zenekart kaptunk szintén társadalmi munkába, tehát azért sem kell fizetnünk, és a rengeteg felajánlás látható, több mint 100 tombolánk van. Már most többen is kértek egy 100-as tombolajegyet, és az tiszta jövedelemnek számít, és a egyház fenntartására, mert 25 éves lesz a templomunk, és hát vannak hiányosságok, hogy a zsalut le kellene festeni az ajtót, és most erre fogjuk. Tavaly a gyerekeket ürültettük Egerbe egy hétig, a nagymamával, anyukával, aki mehetett vele, most pedig erre költjük, hogy egy kicsit felújítjuk, vagy kimeszeljük a templomot. A bál fővédnöke és tiszteletbeli meghívott vendége dr. Latorcai Csaba helyettes államtitkár volt, aki családjával érkezett a rendezvényre. Igen, egy régi szép kapcsolat fűz a hajdúdorogi görögkatolikus egyházközséghez, és amikor lehetőségem nyílik, akkor mindig elfogadom a meghívásukat, hiszen egy olyan kis közösségről van szó, ami attól függetlenül, hogy egy picinke közösség itt a Hajdúszoboszlón, de mégis tele van élettel és vitalitással, és én úgy gondolom, hogy különösen a farsangi időben ez az élet és ez a vitalitás az, ami a farsang egyébként is ad nekünk, és mindig öröm ilyenkor eljönni. Egyébként meg szabad-e kérdezni, hogy ezt a vallást gyakorolja, vagy abszolút csak vendégként? Katolikus vagyok, latin ritusú katolikus, de nagyon közel áll hozzám a bizánci ritus, amit ugye a magyarországi görög katolikusok is követnek. Hajdúszoboszlóra mindenki örömmel érkezik. Ezt a helyettes államtitkár is megerősítette gondolataival. Én úgy gondolom, hogy nincsen olyan magyar ember, aki ne hallott volna Hajdúszoboszlóról. Ne feledjük el, hogy a statisztikai adatok is azt mutatják, hogy az egyik legnépszerűbb Budapesten kívüli idegenforgalmi turisztikai destináció, turisztikai célpont, mind a hazai belföldi idegenforgalomban, mind pedig a nemzetközi idegenforgalomban. Magyarország kormány az kifejezetten sokat tesz azért, hogy a vidéki turizmus erősödjék, és én nagyon bízom benne, hogy itt most, amikor a debreceni repülőtér fejlesztése is napirenden van, akkor ennek eredményeképpen vendégéjszakákban is, és ennek megfelelően a helyi bevételek tekintetében is komoly erősödés álljon be itt Hajdúszoboszlón. Hagyománnyá válhat, hogy ellátogat ilyenkor a báli szezonban? Első alkalommal vagyok a bálban, itt a görög katolikus egyházközség meghívására, de ha hívnak, máskor is jövök, és nem csak a görög katolikus egyházközség meghívására. A jótékonysági bálon visszatérő, meghívott vendégként találkoztunk Orosz János önkormányzati képviselővel, aki feleségével szívesen tesz eleget egy-egy ilyen kedves meghívásnak. Igen, már második alkalommal vagyok ezen a rendezvényen. Én nem vagyok görögkatolikus, de tisztelem a vallásukat, támogatom őket, és szívesen eljövök a rendezvényükre. Meg szabad-e kérdezni akkor, hogy milyen vallást gyakorol, és valóban gyakorolja is-e? Igen, én katolikus vagyok, és egy kicsit kötődök hozzájuk, de különben ennyi. Barátaim vannak itt, ismerőseim, akik körül, Szoboszlón közel 500-an vannak a görög katolikusok, és sok barátom van benne, és engem is meghívtak, és ezért most eljöttünk. Köszönöm szépen. Ismeri-e, tudja, képviselő úr, hogy milyen tradicionális kis hagyományok vannak így a farsang körül, hogy miért nótáznak és vigadnak pont ebben a szezonban, és mikortól nem lehet? Ilyen hagyományokról tud-e valamit? Hát igen, az évzárás után van egy farsang időszak, amikor a bálozásnak van az ideje, meg a szórakozásnak, és tavasszal kezdődik új az élet és a munka. A bál főszervezőjének lelkiismeretes munkájának köszönhetően a tradíció természetesen folytatódik a következő években is, hiszen ez alkalommal is zsúfolásig megtelt a terem vendégekkel. Berényiné Szila Ilonával összegeztük azt, hogy milyen volt a kulturális központ 2017-es éve. Most következő anyagunkból természetesen azt is megtudhatják, milyen programok várnak önökre, ha a művelődési házba látogatnak.
Számos program, rengeteg látogató több helyszínen. Rövid körkép az elmúlt évről a kulturális központ szemszögéből. Természetesen részletesen is értékeltük 2017-et Berényiné Szilaj Ilonával, az intézmény igazgatójával. Bízunk abban, hogy azok a látogatók, akik részt vettek a több mint 2000 rendezvényen a 365 napon, azok is úgy érezték, hogy érdemes volt eljönni a kulturális központba, a Bocskai rendezvényközpontba, és természetesen a szabadtéri színpad rendezvényeire. Igyekeztünk minden korosztálynak és minden műfajban a legjobbat idehozni Hajdúszoboszlóra. Hogyha ez sikerült, akkor a mi munkánk nem volt hiába való. Most van az összegzés ideje, a 2017. évi statisztikának a készítése, de mint ahogy amint említettem, több mint 2000 rendezvény volt, ami azt jelenti, hogy ebbe benne vannak a civil szervezetek, a külsős rendezvények, tehát nagyon nagy úgymond igénybevételnek és látogatottságot mondhatunk az elmúlt évben magunknak. Kedvelik, szeretik az emberek ezt a szép kulturális központot, és idegenek, tehát akik nem Hajdúszoboszlón laknak, vendégek jönnek és dicsérik, hogy milyen szép itt a városközpontban ez a kulturális központ. Elfogadta a testület a költségvetést, programok várhatók ebben az évben? Természetesen. Önkormányzati támogatás nélkül nem is tudnánk működni, hiszen az a normatíva, amelyet az önkormányzat biztosít a rendezvények, kis csoportok működéséhez, az elengedhetetlen. Ez egy közművelődési intézmény, amelynek feladata egyrészt a rendezvények, fesztiválok, hiszen ez a város turisztikai jellegéből is adódik, és várják is az ide látogató vendégek, és természetesen a szoboszlóiak is. De mint közművelődési intézmény, nekünk feladatunk a közösségek építése, a kis csoportok működtetése, a működésük feltételeinek biztosítása, és azt hiszem, hogy ebben is előrelépés történhet ebben az évben, hiszen 55 millió forintos uniós támogatást nyertünk el 2017 év végén. A projektek most kezdődnek, ebben van felnőtteknek szóló élethosszígtartó tanulást ösztönző programok, kis csoportos programok szervezése, és több oktatási intézménnyel is vagyunk kapcsolatban. A pénzt, a forrást mi biztosítjuk az ő rendezvényeikhez, és azt gondolom, hogy ez városi szinten is nagyon jó dolog, hogy ilyen együttműködés van az oktatási és a kulturális intézmény között. Mi a legközelebbi program? Február 2 és 4 között kerül megrendezésre országos szinten a Kultúrházak éjjel-nappal című rendezvénysorozat. Ehhez az országos programsorozathoz intézményünk is már 12 éve kezdetektől kapcsolódik. A mai rendezvénysorozatnak, vagy az idei rendezvénysorozatnak a mottója helyben van a sokszínűség. Mi is ennek megfelelően állítottuk össze a kétnapos programot. Mind a két napon a családoknak is, és az idősebb korosztálynak, fiatalabb korosztálynak is biztosítunk rendezvényt. Lesz itt fánkóstoló, kis csoportjaink bemutatkoznak, és természetesen a farsanghoz kapcsolódóan családi farsangi rendezvénnyel várjuk szombaton, és vasárnap az ide látogató vendégeket. Néhány nevet említsünk, ha lehet, hogy kikkel találkozhatnak ebben az évben a látogatók. Természetesen már készülünk a nyárra, illetve a tavaszi művészeti napokra. Tudjuk, hogy nagyon sokan várják. Néhány nevet szeretnék akkor említeni. Ugye elmaradt a Dixi Fesztiválnak az utolsó napja. A Dixi King együttessel nyitjuk a tavaszi fesztivált. Lesz nemes kiállítás, Kökény Attilának élő koncertje, az irodalmat kedvelők találkozhatnak Vámos Miklóssal, lesz operett műsor,
Szolnoki Tibor, Zsadon Andrea gyermekműsor, Farkas Ház Erika gyermekműsora. Természetesen készülünk március 15-ére is. Én azt gondolom, hogy nagyon sok színű program várja majd márciusban is az intézményünk belátogatókat, de még februárban is. Nyári koncertek közül elmondhatom, hogy vendégünk lesz Anna and the Barbies koncert, lesz egy nagy Demjén koncert, egy nagy Karamell koncert, lesz egy nagy Geszti Péter koncert, és természetesen még csíkzenekar is lesz, és tervezzük és szervezzük a kínálatot, bővítjük, hogy minél változatosabb, hangulatosabb rendezvényel tudjunk a kedves vendégeknek úgymond szolgálni, hiszen ez a tevékenység, amit itt a kollégák szombatvas. Hírhozónk végére értünk, ne menjenek messzire, hiszen a reklám után folytatjuk adásunkat. Gyógyuljon és pihenjen a gyönyörűen felújított hajdúszoboszlói gyógyfürdőben, ahol jól ismert gyógyfürdőkezelések mellett új típusú kapinos széndioxid kezelőhelyek is várják a gyógyulni vágyókat. A gyógykezeléseket és a fürdőbelépőt kedvezményes csomagáron vehetik igénybe az érvényes biztosítási kártyával rendelkező betegek. Panaszaikkal keressék fel reumatológiai szakrendelésünket. Hungaroszpá hajdúszoboszló, a reumások mekkája. Érzékelő életet menthet. Szellőztessen rendszeresen. Ellenőriztesse fűtőberendezését, kéményét. Adjon esélyt az életre.
folyosó nem műhely, nem raktár és nem is tároló. Minden másodperc számít. Miért lassítaná tűzoltók munkáját? Ne zárja el a menekülés útját. Gyere már, soha nem fogunk hazaérni. Emberek, ezt mindenkinek látni kell. Micsoda játék, micsoda játék! Tavaly 20 ezer szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat. Ez nem igaz! Ezt nem hiszem el! Micsoda égés, micsoda égés! Soha nem akar tűzoltó lenni? Itt a lehetőség. Oltsa el maga után. A múlt heti testületi ülésen városunk képviselői elfogadták a többségi önkormányzati tulajdonú cégek 2018-as üzleti tervét, többek között a Hungaroszpájét is. Ceglédi Gyula vezérigazgatóval irodájában beszélgettünk, ezen kívül több témát is érintve. Ceglédi Gyula vezérigazgató úrnál ülünk, és egy kis rövid összefoglalót kérünk a múlt évről. Kezdjük is azzal, hogy a 2017 eseményeit foglaljuk össze röviden. Hát azt hiszem, hogy a kedves televíziónézők részéről az ismert, hogy a Hajdúszoboszlói fürdő múlt évben ünnepelte fennállásának 90. évfordulóját, amelyet igyekeztünk méltóképpen megünnepelni, elsősorban a vendégeket a középpontba helyezni, és az őkkel velük való foglalkozás, az őket szórakoztató programok, rendezvények kerültek a középpontba, természetesen a hivatalos megemlékezések mellett. A múlt év az ismét kiemelkedő eredményt hozott, mind vendégforgalmi, mind gazdálkodási szempontból. A vendégforgalmi adatokat azt hiszem, hogy büszkén jelenthetjük, hogy minden területen egy kivételével sikerült csúcs teljesítményeket elérni, hiszen összességében is a 2016-os kiemelkedő és csúcs évet követően a 2017 évben az összvendégforgalmunkat még további 2%-kal tudtuk növelni, de ezen belül elég nagy volt a szóródás a különböző üzletágak között. Jelentős mértékben növekedett a fürdőzőknek a száma, több mint 5%-os növekedést mutat ez a szám, viszont kiugróan magas volt az Aquapark vendégforgalma, több mint 14%-kal nőtt még mindig a vendégforgalom. Tehát ha azt meggondoljuk, hogy a 2014-es fejlesztésünket követően immáron majdnem 50%, 41%-néhány az a növekedés, amit elértünk, ez rendkívül kiugró, és azt mutatja, hogy igény van a magasabb szintű, a magasabb minőségű szórakoztatásra, vízi szórakoztatásra itt a fürdőben, és ezt a vendégek szívesen megvásárolják, megveszik ezt a szolgáltatást. Az Aquapalaszban az elmúlt évi forgalmat tudtuk megismételni, egy kicsi növekedést produkálva. Azt gondoljuk, hogy ott már nincs további növekedési lehetőség a jelenlegi kapacitás szerint, hiszen már néhány évvel ezelőtt elértük az évi 300 ezeres vendégforgalmat, és hogyha meggondoljuk, hogy 1000 fő befogadó képessége van ennek a létesítménynek, akkor azt mondhatjuk, hogy szinte teljesen folyamatosan csúcsra járatódik. Tehát ez is igazolja, hogy szükség van a további fejlesztésre, bővítésre, hogy az ide érkező vendégeket be tudjuk odafogadni. Amely egy kicsit elgondolkodtató és további intézkedést igényel a részünkről is, ez a gyógyászatunk néhány százalékos forgalom csökkenése. Itt a hagyományos OEP, vagy most már NEAC-nak nevezzük, finanszírozta vagy támogatta kezelések, tehát gyógykezelések, mintegy 4%-os csökkenését tudtuk regisztrálni. A készpénzfizetős forgalom az 13%-kal növekedett. A kettőnek az együttese is egyfajta csökkenést, több mint 2%-os csökkenést mutat.
Azt gondoljuk, hogy ezen a területen nekünk is van tennivalónk, a menedzsmentnek, de a legtöbbet az állam tudna tenni akkor, hogyha azt a finanszírozást, amely 2012 óta nem változott, azon sikerülne egy kicsit javítani, és mint ahogy a Fürdőszövetség nevében már évek óta kérjük, egy 20%-os támogatás növeléssel úgy gondoljuk, hogy a szolgáltatók nem kényszerülnének a beteg térítési díjának a növelésére, és mindenki hozzá tudna férni, vagy sokkal többen hozzá tudnának férni ehhez a szolgáltatáshoz, ahhoz képest, mint akik most igénybe tudják venni. Én azt gondolom, hogy az a közel 1 milliárd forint az mindenképpen ráfordítandó erre a területre, hiszen enélkül nagyon nehéz a külföld irányába is ezeket a gyógykezeléseket eladni, ha belföldön nem tudjuk optimálisan működtetni, és a lakosság egészsége, elsősorban az idősebb, a nyugdíjas betegeink egészsége szempontjából kiemelkedően fontosnak tartjuk továbbra is, hogy ez a szolgáltatás magas színvonalon jól tudjon működni, és mindenki, aki rászorul erre, igénybe tudja venni. A szálláshelyeinkről még annyit tudok mondani, hogy a Termál hotelünknek a vendégforgalma több mint 12%-kal növekedett, ez is nagyon kiemelkedő volt, és még a most megfelezett vagy csökkenő kapacitású Hajdú kemping is több mint 2%-os forgalomnövekedést tudott mutatni. Összességében kiemelkedő év volt. A múlt évben is fejlesztettünk, hiszen a szabadtéren, a strand területén a gyerekeknek egy játszóteret adtunk át. Ugyan őszre, de elkészült két gyerekmedence, és azt ez évben már a vendégek igénybe tudják majd venni. És több apróbb fejlesztéssel igyekeztünk a vendégeink kedvébe járni. Például a gyógyfürdőnkben egy új váró pihenő helységet létesítettünk, illetve egy új betegbehívó rendszert, amellyel igyekeztünk a mai kor követelményéhez igazítottan kialakítani mind a betegek behívását, mind pedig azt követően az ő kezeléseiknek a beosztását megvalósítani. Hát nem tudom, lehet-e ezt még túlszányalni, de akkor lássuk, hogy a 2018-as évre milyen tervek válhatók, illetve mi az, amikben már gondolkozik a fürdő és vezérigazgató úr, illetve hát a társaság. Igen. A múlt héten fogadta el az üzleti tervünket a tulajdonos önkormányzat képviselőtestületi ülésén, és ez az üzleti terv a korábbiaktól eltérően egy kicsit más elveken alapszik. Azt az óvatosság elvét, amelyet a korábbi években tudtunk követni, azt most kevésbé tudtuk érvényre juttatni. Tekintettel arra is, hogy a bérköltségek oldalán a személy jellegű költségek, ahogy szépen szokták mondani, jelentős növekedésére számítunk, több mint 200 millióval fog növekedni 2018-ban a bérköltségekre fordított összeg, és ez azt jelenti, hogy az összköltségeinknek több mint a fele, 2 milliárd 250 millió forint az, ami személy jellegű költségre kerül fordításra. Ugye ne felejtsük el, hogy a Hungaroszpá, itt Hajdú-Bihar megye 9. legnagyobb foglalkoztatója, több mint 500 dolgozót foglalkoztattunk itt a Hajdú-Szoboszlói fürdőkomplexumban, és ez ennek megfelel nagy felelősség is. Természetesen azok esetében, akik a minimálbérre vannak foglalkoztatva, ezek esetében a törvényi előírásokat alkalmaztuk, és már január 1-től megkapták a bérfejlesztést. Ugyanakkor a többi munkavállaló, aki e fölött van, is a menedzsmentnek az a javaslata és döntése, amit a tulajdonos is elfogadott, hogy a bérek ne csúszanak össze, és a többi munkavállalónál is hasonló mértékű fejlesztést tudjunk megvalósítani. Így a szakképzetleneknél 10, a szakképzett dolgozóknál pedig 14%-os bérfejlesztést tervezünk 2018-ra. Igaz, hogy ez a hagyományainknak megfelelően ez április 1-jei kezdéssel valósul meg. Úgy gondoljuk, hogy fontos része a minőségi munkavégzésnek az, hogy a személyek, az alkalmazottak
jól meg legyenek fizetve, hiszen ennek megfelelően tud a menedzsment is komoly elvárható követelményt támasztani, és tekintettel arra, hogy a minimálbérek ugye itt mind a múlt évben, mind ebben az évben jelentős mértékben növekedtek, a menedzsmentünknek elhatározott szándéka, hogy nem akarjuk engedni a béreknek az összecsúszását, ugyanígy a múlt évben is erre a területre nagyon komoly 15%-os bérnövekményt határoztunk meg, hogy az előző évben is, hogy kivédjük ezt a fajta bérösszecsúszást. A tovább menve az üzleti tervünkön, amit a tulajdonosok elfogadtak, azt tudom megfogalmazni, hogy a költségeinkkel igyekeztünk takarékosan gazdálkodni és takarékosan meghatározni. Nyilvánvalóan a többi költségek esetében is nem elhanyagolható, hogy a műszaki technológiai színvonalból nem szabad engedni, tehát azokat a karbantartásokat, javításokat, kisebb felújításokat vagy nagyobb beszerzéseket meg kell tudnunk valósítani, amely a minőségi szolgáltatáshoz hozzátartozik. Így a beruházások tételén egy 600 milliós tétel került megfogalmazásra, viszont ezen belül már néhány tétel a jövő évi nagyobb beruházások előkészítését is jelenti, elsősorban tervezői fázisban. Ezen túlmenően a központi gyógyászatunkra, illetve a szállodai terápiáinkra új berendezéseket fogunk vásárolni. A régi 20-25 éves vagy 40 éves gépeknek a lecserélése folyamatosan aktuálissá fog válni. Ezek mind nagyon fontos tényezők. De ezen túlmenően a strandon is lesznek kisebb fejlesztések, a gyógyfürdőben, olyanok, amelyeket a vendég nem feltétlenül vesz észre, de mi tudjuk, hogy ha az az eszköz nagyon elhasználódott, akkor azt ki kell cserélni, le kell cserélni. Amelyek még fontos és kiemelendő tételek, azok például egy új trafóháznak a létesítése, amely arra lesz hivatott, hogy a tervezett új fejlesztéseinknek a biztonságos áramellátását meg tudjuk valósítani, valamint az Omega medence környékére tervezett fejlesztésekhez kapcsolódóan új korszerű, a kor elvárásainak megfelelő vendéglátóegység, részben egy melegkonyhás vendéglátóegységet, illetve további több kisebb úgynevezett büfé pavilonnak a létesítését is tervezzük a következő időszakban. Ezek tervezési költségek részben, másrészről pedig a főszezont követően el is kívánjuk kezdeni ezeknek a megvalósítását. Ezek is régóta halasztott fejlesztéseink, hiszen ott azért, aki ismeri a környéket, a Omega medencét és környékét szépen rendbe tettük, a fürdőszolgáltatások rendben vannak, és most szeretnénk, ha a vendéglátó szolgáltatások is hozzá alkalmazkodnának, és hasonló szép, esztétikus környezet alakulna ott ki a vendéglátó területen is. Nos, ezek azok a legfontosabb tényezők, amelyeket fejlesztésként megfogalmaztunk az ez évi üzleti tervünkben. Megcsillant talán a remény, hogy a Tahiti Beach építése is elkezdődhet ebben az évben? Reméljük. Polgármester úrral a testületülést követő napon, pénteken voltunk a fővárosban, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérkarával tárgyaltunk. Egy úgynevezett projektindító vezetői megbeszélésre került sor, ahol mind a négy projektről szó esett, amely a kormányhatározatban múlt év nyarán megfogalmazásra került. Lehetőségünk nyílt ott bemutatni, hogy hol tartanak a projektjeink az előkészítettségben. Egy prezentáció keretében én is lehetőséget kaptam ennek a bemutatására. Tartalmát illetően azt tudom elmondani, hogy teljes egészében készek vagyunk és felkészültek vagyunk a strandfürdő minőségi fejlesztésének a megvalósítására ott egy adott területen. Ehhez minden olyan feltétellel, építési engedéllyel, kiviteli tervekkel rendelkezünk, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egy beszerzési folyamat elindítható legyen. Ezen az egyeztetésen
Azt is közölték velünk az államképviseletében ott lévő szakmai partnerek, hogy a következő 6 hétben szeretnék, hogyha előkészítenénk egy olyan projekt megállapodásnak a tervezetét, amely körülbelül 15 oldalon keresztül fogja tartalmazni a projekt fejlesztés és a megvalósításnak a feltételrendszerét, amelyet közös, konszenzusos elv alapján valósítunk majd meg, illetve alakítjuk ki ezt a tervet. És ezt követően tudják meghatározni, hogy melyik lesz az a 11 projekt, amely elindítható lesz. Tulajdonképpen, ha jól értettük a megfogalmazást, akkor a kérdés úgy merül föl, hogy mely projektek lesznek azok, amelyek 2018 második fél évében indíthatóak, és melyek azok, amelyek 2019 első fél évében. Egyébként azt gondolom, hogy mindenképpen fontos meghatároznunk azt, hogy a folyamatban lévő több mint 200 projekt közül 11-et jelölt ki a Magyar Turisztikai Ügynökség, amelyet alkalmasnak gondolt a jelenlegi előkészítési folyamat felgyorsítására, és ebben a hajdúszoboszlói projektek szerepelnek. Én azt gondolom, ez mindenképpen elismerés és dicséret a részükről irányunkba, hogy jól dolgoztunk az előkészítés folyamatában az elmúlt időszakban. Vannak tervek az Aquapalasz bővítésére is, lehet-e tudni, hogy ez milyen stádiumban van? Igen, természetesen. Az üzleti tervünkben szintén jelentős tétellel szerepel ennek a fejlesztésnek a tervezési szintű előkészítése. Erről azt tudom elmondani, hogy múlt év december végén írtam alá a testületi jóváhagyást követően azt a megállapodást, mely az eredeti tervezővel a bővítésről szól. Az ütemzését illetően arra lehet számítani, hogy az engedélyes tervek azok ez év április végéig elkészülnek, reményeink szerint június végéig maga az engedélyezési folyamat is lebonyolódik, és ez év november végére már kiviteli tervekkel is fogunk tudni rendelkezni. Tehát ez a tervezési folyamatnak a nyitó kezdő fázisában tart. Egyébként visszatérve, ha szabad, egy kicsit még a turisztikai ügynökséggel folytatott tárgyalásra, én ott a prezentációban egy javasolt ütemzést is felvázoltam, mely szerint szeretnénk ez év nyarán elkezdeni a szabadtéri, tehát a strandfejlesztésünket, és hogy jövő év nyarára, tehát 2019 nyarán, az már a főszezonban a vendégek rendelkezésére álljon, és át tudjuk adni, ez így logikus. És ezt követően pedig 2019 szeptemberében tudnánk leghamarabb elkezdeni a palasz bővítését, és az pedig 2020 szeptemberére állna a vendégeink rendelkezésére. Nyilván ezt majd a döntéshozóknak jóvá kell hagyniuk, de mi a magunk részéről ezt tartjuk egy optimális ütemzésnek. A fürdőhöz tartozik az Árpád-uszoda, és ennek a karbantartása zajlik, vagy zajlott? Igen, hát ez a szokásos éves karbantartás. Az az igazság, hogy olyan népszerű az Árpád-uszoda, hogy alig-alig tudunk olyan időpontot találni, amikor a kötelező karbantartást és vízcserét és tisztítást, fertőtlenítést el tudjuk végezni, hiszen ezt jogszabály írja elő, hogy évente milyen sűrűséggel, hogyan kell ezt végrehajtani. De mindenképpen ez a szűk kéthetes időtartam, ez nagyon szükséges ahhoz, hogy a legfontosabb karbantartási munkálatokat elvégezzük. Ezek most is megtörténtek, az Árpád-uszoda újra működik, jól működik, és a törzs vendégek megelégedésére. Sőt, egyre többen jönnek, épp a hétvégén is egy úszócsoport csak úgy beesett, hogy hát ha van szabad pálya, és akkor ők szeretnének itt egy edzést tartani. Nagyon sok évente 14-15 úszó edzőtábort szerveznek ide hozzánk, és nem beszélve azokról a fiatalokról,
akik itt helyben a helyi úszócsapat részeként rendszeresen járnak, de ugye az iskolások is, az óvodások is egyre többen, és nem csak a városunkból, hanem a környező településekről. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy az úszoda nagyon jó kihasználtsággal működik, de hát mint valamennyi úszoda, ugye hát veszteséges, hiszen ennek a fenntartását nem lehet úgy optimalizálni, mint más fürdőegységekét. Ezzel együtt itt is nagyon hiányzik a korábban meghirdetett és tervbe vett további fejlesztések a légtechnikát, illetve a nyílászárókat illetően. Én remélem, hogy a következő években közösen a tulajdonos önkormányzattal, hiszen ennek az úszoda működésének egy jelentős része azért mégis a közszolgálatában van, és nem turisztikai jelentőségű, hogy közösen az önkormányzattal azok a felmerülő és szükséges felújításokat meg tudjuk oldani. Már említette vezérigazgató úr, de akkor térjünk csak egy gondolat erejéig, hogy végül is elkészült karácsonyra az új gyerekmedence is. Igen, jobb lett volna, hogyha ez hamarabb elkészül, mint hogy korábban említettem, ugye itt elég hosszasan az engedélyezési folyamat majdnem egy évig elhúzódott, és nyilván ez korlátozta ennek a medencének a megvalósíthatóságát. Elkészült jó minőségben, a részben a műszaki átadás megtörtént, de a műszaki kollégáim tájékoztatása szerint, amikor az idő nyílik és lehetőség lesz, ott a környező tereprendezését követően még egy üzempróbát fognak majd tartani, és az lesz a végleges állapot, és hát szeretnénk minél hamarabb átadni a gyerekeknek, hiszen az a folyamat, amiről korábban már nyilatkoztam, hogy egyre több családos turista érkezik hozzánk, egyre több kisgyerekes vendégek érkeznek, az ő kényelmes kiszolgálásukat szeretnénk ezzel is javítani. Beváltotta hozzáfűzött reményeket az új ügyfélfogadó beléptető rendszer? Igen, én azt látom, hogy sokkal kevesebb a tömegjelenet a gyógyfürdőben, főleg ugye elsősorban hétvégén, vasárnap, vagy a hétfői, keddi napokon szoktak többen érkezni, és akkor ugye ott hát sajnos állva, tolongva, egy kicsit türelmetlenül, ingerülten várták az orvosi rendelést, vagy éppen a recepcióra a hozzánk érkező betegek. Most ebben a külön váró helységben kényelmesen helyet tudnak foglalni. Nagyon sokan vannak, akik már a vonattól, a vasútállomásról már a csomagjaikkal együtt érkeznek, és ugye jönnek az orvosi vizsgálatra. Nyilván akkor ott le tudják rakni a kis podgyászukat, és ott kényelmesen tudnak várakozni, ülve mindaddig, amíg az orvosi rendelőbe be tudnak menni. Az orvosi rendelőből, ha kijönnek és a recepción sokat kell várni, akkor szintén ülve tudnak várakozni. Most már nem állva, illetve félig meggörnyedve kell ott a plexi üveg előtt aláírni a szükséges dokumentumokat, illetve a megfelelő kommunikációt lebonyolítani a munkatársunkkal, hanem ott is kényelmesen helyet tud foglalni a beteg, és úgy partnerként ülve mind a ketten tudnak beszélgetni. Én azt hiszem, hogy ahogy látjuk sok helyen, ügyfélszolgálati irodákban ezeket már megvalósították, ez azt hiszem, hogy a kor követelményéhez már hozzátartozik. Szóval összességében úgy látjuk, hogy igen, beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Na és akkor 2018-ra megvan rendelve a jó idő? Remélem, hiszen mindennek ez az alapja, hogy jó idő legyen, hiszen az üzleti tervünkben is és a beszámolónkban is mindig leszoktuk írni, hogy mi lehetünk nagyon ügyesek, és csinálhatunk nagyon jó reklámkampányt, és nagyon jól szervezhetjük a vendégeinket, lehet nagyon magas a szolgáltatás minősége, de ha kint a napocska nem süt, akkor bizony a vendégnek nem olyan a hangulata, akkor már ő nem olyan véleményt fog írni a véleménykérőlapon, nem biztos, hogy jó hangulattal fog tőlünk távozni, lehet, hogy nyűgösebb lesz, nem fog neki még a korábban megszokott szolgáltatás sem úgy ízleni. Úgyhogy ebben reménykedünk, hogy most is jó nyarunk lesz, kellemes időjárás lesz,
és hát sokat dolgozunk azon is, hogy új piacokat is megcélozzunk, új vendégkört is ide vonzunk az eddigi törzs vendégeinkhez viszonyítottan. Szeretnénk, ha a további növekedésnek a feltételei meglennének és megteremtődnének. A Hotel Barátság szálloda igazgatója Istók Csaba, aki a vele készült interjú napján pont 23 éve tölti be ezt a pozíciót. Az azóta eltelt évek alatt felgyűlemlett emlékeket, tapasztalatokat, nehézségeket, változásokat idéztük fel. Sorozatunkban bemutattuk néhány hete Sós Sándort, aki nyugdíjba vonult, bemutattuk az új tulajdonost, most azonban itt ül velem szemben Istók Csaba, aki már 130 éve van a Barátság Hotelben. Még azonban mielőtt nagyon a szakmai dolgokba belemennénk, hogyan orientálódott e terület felé? Jó kérdés. Azt szoktam mondani, hogy minden szerettem volna, nem csak szállodás, nem? Aztán szállodás lettem. 17 éves koromban, ha kezdhetem ilyen messziről a történetet, nyári munkára a Hotel Déribába jelentkeztem londinerként, ahol egy fatális véletlen folytán Sós Sanyi volt az akkori igazgató, és felvett dolgozni. Nagyon élveztem, nagyon tetszett az egy hónap, bár még akkor sem fordult meg a fejemben, hogy mondjuk én ezt hosszú távon el tudnám képzelni. Aztán az érettségi után jelentkeztem a Egri Tanárképző Főiskolára, és azt gondolom, hogy nagyon nagy szerencséje az életemnek, hogy nem sikerült az a felvételi. Viszont dolgozni kellett, így aztán maradt megint a Délibáb, ahol 1990. augusztus 1-én szintén londinerként álltam be dolgozni, szintén Sós úr irányítása alá. Sokat szoktunk ezen nevetni, mert nem volt túl felhőtlen a kapcsolatunk. Igazából én még vadi fiocként kerültem oda, ő már akkor valóban egy meglett komoly szakember volt, és a két mentalitás nem mindig jól jött ki. 11 hónapig bírtam akkor vele, aztán átkerültem a Gaminus Bolosonczi Kálmánhoz, aki szintén tulajdonos társunk volt itt a cégnél, és aztán különböző szállodai munkahelyek után 1995. február 1-én, ma 23 éve kerültem a céghez. Sándor akkor egy olyan hosszú távú szakmai koncepciót vázolt fel nekem, ami aztán őt igazolta, és az élet is ezt hozta. Akkor 3 évig a cég utazási irodájában dolgoztam értékesítési referensként, ez a Sankó Turiszt volt, még a József Attilán kezdtünk, aztán átköltöztünk ide a Mátyás Király sétányra. Ekközben szintén Sanyinak a motivációja vagy instrukciója alapján én elvégeztem a Szolnoki Vendéglátóipari Főiskolát, ahol vendéglátószállodaszakos közgazdász diplomát kaptam. Ekkor az életpálya modell felvázolása alapján átkerültem ide a szállodába, amit nyilván az elő részben ő részletesen elmondott, hogy 95-ben kezdte el a cég először bérleti konstrukcióban, aztán 1996-ban vásárolta meg. Akkor igazgatóhelyettesként kerültem ide. Sós úr és Losonczi úr gyakorlatilag szakmai támogatása mellett. Eközben elvégeztem a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemet, és ezután egy igazgatói állást kaptam itt a cégnél. Hozzátartozik a dologhoz, hogy 1995-ben, amikor a KFT kibővült, akkor nincs lehetőséget kaptam, és tulajdonos társként én is le tudtam lépni a cégbe. Végig járt a ranglétrát, ha lehet így mondani. A különböző stációknak milyen nehézségei voltak? Hát mindegyiknek megvan nyilván a szépsége, és megvan a buktatója. Londinerként az ember a legutolsó ember a gépezetben, szállodai segédszemélyzetnek is szokták egy kicsit csúnyában nevezni. De borzalmasan jó volt az, hogy gyakorlatilag a szálloda valamennyi egységét a lakosztálytól a raktárig átláttam.
és hát ha mondhatom azt, hogy olyan nevekkel dolgozottam együtt, mint Bodor Béla, vagy Bordán Gyula, Kopa, Pincés Endre, Jónás Jenő, Katona Laci, hogy csak néhányat emeljek ki, akik valóban azt vallották, hogy mindent a vendégért, meg is tettek mindent a vendégért. Nyilván egy teljesen más légkör és egy más vendégkör volt, hiszen akkor a Délibában az egyetlen kereskedelmi szállása volt, az egyetlen szálloda volt Hajdúszoboszlón, és hatalmas kihasználtsággal és minőségi igényes vendégkörrel. Aztán nyilván a recepción átlátja az ember egy kicsit jobban azt a front office-os részt, amiben a vendég érkezése, utazása, információk átadása és gyakorlatilag az ezzel járó feladatok. Az utazási iroda egy kicsit idegen volt nekem, de ott meg megláthattam azt, hogy milyen a másik oldal, amikor nem szállodásként, hanem mondjuk utazási irodásként, tehát egy partnerként kell gondolkozni. Itt is nagyon sok olyan tapasztalatra tettem szert, amit a mai napig is tudok hasznosítani. Vezetőként nyilván sokkal nagyobb a felelősség, és hát emberekkel bánni az mindig sokkal nehezebb. Gyakorlatilag ahány ember annyi szokás és annyi jellem, ezeket gyakorlatilag mind kezelni, és egy nyájba csoportosítani őket, hogy aztán egy célért menjünk, azért, hogy a vendég jól érezze magát, és hát nyilván a szálloda is nyereséges legyen. Úgyhogy meg volt mindennek a szépsége is, és a buktatója is. Nyilván amióta ügyvezetőként dolgozok, még nagyobb a felelősség, és még többet kell tenni azért, hogy egy megfelelő csapattal dolgozzon az ember. Viszonylag nagy a fluktuáció a szállodaiparban, úgyhogy ez nem egy egyszerű feladat, de én azt gondolom, hogy nekem nagyon nagy szerencsém van, mert nagyon sok olyan kollégám van, akikkel 15-20 éve dolgozunk együtt, és gyakorlatilag szoktam viccesen mondani, mert a nyakkendőm színéből meg tudják mondani, hogy éppen ma milyen paszba van az igazgató úr. És nyilván viszont is. Érkezett nemrég a barátságba egy főszakács, és nagyon-nagyon jó híre van. Mit lehet róla tudni? De ennek örülök. December 1-én állt be Pap Sándor séf úr, aki Debrecenből jár ki Szoboszlóra, viszonylag jó szakmai referenciákkal rendelkezett. Bár az igazság, hogy szállodai tapasztalata nem volt. A la carte éttermekben dolgozott Debrecenben, illetve nagyobb rendezvények lebonyolításában is részt vett. Nagyon örülök, hogy együtt dolgozhatunk és bennünket választott. Annak meg külön örülök, hogy ilyen jó hírek terjednek, nem csak a városban, hanem az bátran mondhatom, hogy a vendégek részéről most már azért az ország egyes szegleteiben is. Olyannyira meg vagyunk vele elégedve, hogy ha minden igaz, akkor a tavasszal a mesterképzést is el tudja kezdeni, és remélem, hogyha valamikor karácsony táján beszélgetünk legközelebb, akkor mester szakácsként tudunk majd róla néhány gondolatot ejteni. Nagyon jó beilleszkedett a csapatba, nagyon hamar felvette a ritmust is. Nagyon jó önálló elképzelése is, nagyon jó gondolatai vannak, még egyszer mondom, annak ellenére, hogy nem dolgozott szállodai étteremben. És azt gondolom, hogy nagyon jó az összhang, nem csak velem, hanem a kollégákkal is. Beszéltünk arról, hogy telik egy napja, milyen nagy az önfelelőssége, szabad ideje marad-e? Én azt szoktam mondani, hogy szállodásnak lenni az egy életforma. Aki ezt nem érzi át, és nem tudja, hogy mikor kell a szállodában lennie, az ne menjen, az ne válassza ezt a pályát. Ugye péntek délután, amikor az emberek leteszik a 4 órakor a tollat, és becsukják maguk után az irodaajtót, gyakorlatilag nekünk akkor kezdődik az igazi munka, hiszen az embereknek nagy része, hála jó Istennek, úgy gondolja, hogy a hétvégét nem otthon, hanem szállodában tölti. És hát nyilván a péntek, szombat, vasárnap, hétfőn pedig ugyanúgy kezdődik nekünk is a munka, hiszen az ügymenetet azt nem lehet hétvégére tartogatni. Folytosan mozza, hogy húsvét,
nyár, karácsony, szilveszter. Meg kell találni azokat a pillanatokat, amikor egy kicsit az ember is tud pihenni. Ráadásul én abban a furcsa helyzetben vagyok, hogy a párom pedig pedagógus, úgyhogy neki pont akkor van szabad ideje, amikor nekem nincs, úgyhogy ezt elég nehéz összeegyeztetni. Tehát ha vagy megszoksz, vagy megszoksz el alapján, egyelőre a megszoksz maradt még. Hát nyilván van, tehát mondjuk a szerda esténként azok fixek, amikor egy társasággal eljárunk futballozni, vagy legalábbis úgy hívjuk. Én nagyon örülök, hogy megépült a városi úszoda is annak idején, mert oda is szívesen kijárok, és viszonylag sokat járunk el mi is egy-egy hétvégére. Ilyenkor viszont nem szakmázok és nem szállodásként tekintek az adott helyre, olyankor én is kicsit elengedem magam, és mondjuk ha egy kicsit langyosabb a sör, vagy kicsit hidegebb az étel, akkor én a felett szemet hunyok. Itt a szállodában nem biztos. A több éve tagja a Hajdúszoboszlói Vendéglátó Egyesületének. Igen, és abban a szerencsés helyzetben is volt részem, hogy 2003 és 2009 között 7 éven keresztül megtisztelt azzal a tagság, hogy elnökként is vihettem az Egyesületet. Tényleg nagyon nagy öröm volt, hogy olyan szakemberek, akiktől tanultam a szakmát, méltónak találtak erre a feladatra. Sós Sanyi után következtem elnökként, gyakorlatilag ő is agitált arra, hogy vegyem át az ő szerepét, nagyon sokat segített az Egyesület munkájában. Még Jenei Tibivel dolgozhattam együtt, Máté Lajossal, Rápolti Pistával, tehát ezek azt gondolom, hogy mind olyan nevek, amik a város turizmusának meghatározói. Gyakorlatilag az akkori elnökség ötlete alapján álmodtuk meg közösen a tagsággal együtt a Bioétel és Borfesztivált, ami hát azt gondolom, hogy egy nagyon szép ívet írt le, és egy nagyon komoly rendezvénye a városnak, és aztán ennek a mintájára kezdtük el a tavaszi kis testvéreként a Grillétel és Sörfesztivált. Én nagyon örülök, hogy ezeket a rendezvényeket továbbra is szélesítik, illetve színesítik a város turisztikai kínálatát. Nagyon komoly igény van erre. Emellett szakmai utakat szerveztünk, voltak kiállítások, amiken részt vettünk. Egy nagyon tartalmas időszaka volt az életemnek. Már hozzáteszem, hogy nagyon szerettem és nagyon is élveztem. Sajnos aztán 2009-ben a gazdasági válság, amikor elkezdődött, akkor a egyéb teendőim, nyilván elsősorban a szállodai teendőknek a súlya miatt, súlya az fontosabb volt, azért ott hagytam az Egyesületet, de ma is aktív tagja vagyok, és bármiben nagyon szívesen segítek a mostani vezetésnek is. Éppen ma van 23 éve annak, hogy ön itt van. Mennyiben más a mostani vendégkör, mint az akkori, amikor például ide került? Hát alapvetően nagyon megváltozott, hiszen 23 évvel ezelőtt, gyakorlatilag a rendszerváltás után azok a német utaztatók, akik potenciált láttak Hajdúszoboszlóba, azok borzalmas mennyiségű német vendéget hoztak ide. Tehát gyakorlatilag március közepétől június elejéig és augusztus végétől november közepéig gyakorlatilag nem is nagyon lehetett már szabad helyet kapni az évnek ezen időszakában sem. Ezek a vendégek kihaltak, vagy az utaztató megszüntette a tevékenységét, és nyilván az elmúlt 23 évben az utazási és a foglalási szokások is változtak. Ma már nem foglal az ember fél évre előre, ma már nem foglal egy hónappal előre, ma már éppen csütörtökön vagy péntek reggel eszébe jut, hogy szeretnék valahova elmenni, és ugye a különböző foglalási rendszereken keresztül ezt nagyon könnyen megteheti. Nagyon sok példa van arra, hogy a vendég hamarabb itt van, mint például a foglalása. Rövidültek a tartózkodási idők, tehát igazából a 7-10 éjszakás vendég ma már nagyon ritka, ellenben a 2-3-4 éjszakás vendégek vették át a helyüket.
Nyilván a külföldi vendégkör is teljesen átstruktúrálódott, hiszen a román piac az nagyon erős volt mondjuk 10 évvel ezelőtt. Most azt lehet látni, hogy az ukrán és az orosz vonal erősödik. És hát a gazdasági válság, ami azért a szállodaipart elég rendesen megnyírbálta, az bebizonyította, hogy a belföldi vendégre tudunk elsősorban és legfontosabb, legnagyobb mértékben számítani. Nem csak a szállodának, de Szobosztónak is ők adnak egy olyan biztos vendégkört, amire gyakorlatilag minden évben biztosan lehet számítani. Személy szerint önnek milyen célkitűzései vannak erre az évre? Hát az elképzelések azok komolyak. Az új tulajdonos egyrészről nagyon szeretné a szállodát megújítani, erre a pályázati rendszer talán lehetőséget is fog biztosítani. Én már évekkel ezelőtt is nagyon szerettem volna egy 4 csillagos szállodába dolgozni, amit barátságnak hívnak. Én bízok benne, hogy az idejének a végére vagy jövő év elejére ez megvalósulhat, és a fejlesztések eredményeképpen 3 csillag plusz mellé oda tudjuk tenni majd a 4. csillagot is. Adásunk végén hallgassák meg programajánlónkat. Február 3-án a Kulturális Központban a Kultúrházak éjjel-nappal program keretein belül Helyben van a sokszínűség címmel szerveznek programot 14 órai kezdettel. Február 4-én farsangi zsibongó lesz a gyermekek számára. Szintén a Kulturális Központban február 7-én 18 órai kezdettel a Helyzember című előadást tekinthetik meg, főszerepben Ulma Mónika és Benedek Miklós. Ma estére köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! Tudják, a helyi hírek forrása mi vagyunk.